Köszöntöm a kedves nézőket, a Szentendre ma a hírmagazinunkat látják, következzenek kiemelt híreink röviden. Advent, a karácsonyt megelőző időszakban a keresztény emberek az Úr eljövetelére készítik fel lelküket. Gyikműhely, karácsonyváró alkotó délután tartottak a Szentendrei alkotóműhelyben kicsiknek és nagyoknak. Zenetörténet, a 18. századi angol fuvola iskolákról tartott előadást dr. Balogh Vera fuvola művész. A keresztény kultúrkörben advent a karácsony napját, azaz december 25-ét megelőző 4. vasárnaptól karácsonyig számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első napjával kezdődik és vízkeresztig tart. Advent idején a keresztény emberek az Úr eljövetelére készítik fel lelküket, elcsendesednek. Más értelmezés szerint ez a nyugalom, az elmélkedés, az adakozás és a megnyugvás időszaka. Ez egy ráhangolódás. Ráhangolódás az ünnepre, az, hogy Jézus a második isteni személy, mi érettünk emberi élet. És ez a ráhangolódás nagyon-nagyon fontos. Volt nekem egy élményem, van egy kedves barátom, Hegedűs Endre zongoraművész, és egyszer koncertet adott a Zeneakadémián, de ugye a mi közösségünknek. Tehát a Zeneakadémián mi voltunk jelen csupán, hogy mindjárt, de tele volt. És akkor hát bementem hozzá előtte, hogy üdvözöljük egymást, és egy megbeszéljük azt, hogy hogyan, miként. És akkor egy idő után mondta, te ne haragudjál, most nekem muszáj ráhangolódnom. Ahogy a naplébános fogalmazott, mint a zongora tudás sincs az ujjainkban, úgy érdemes felkészíteni lelkünket is az ünnepekre. A figyelmemet, a szívemet oda emelem, oda viszem, és akkor az ünnep megszületik. Arorate, hajnali, angyal vagy aranyos mise a római katolikus egyházban advent első vasárnapjától. Karácsony első napjáig minden nap hajnalban tartott szentmise, Szűz Mária tiszteletére és Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére. Hát ami nekem nagyon-nagyon örömöm az, hogy minden nap megtelik a templom. Tehát az ülőhelyeket mind elfoglalják, és szóval nagyon-nagyon sok gyerek szülőkkel együtt, meg hát aztán a idősebb hívők is, akiknek nagy-nagy öröm az, hogy most így tudunk készülni, meg együtt lenni. És hát látom rajtuk, hogy ténylegesen elgondolkozva, imádságos lélekkel vannak ott jelen. Tehát nagy-nagy ajándék, ami ott marad a szívébe, hogyha felnőtt lesz akkor is. A minden évben megrendezett pásztorjáték különlegessége idén az volt, hogy Ivancsics Ilona színész rendezőnő rendezte, amelyet a Péter Pál templomban adtak elő december 24-én. Karácsonyváró alkotó délután tartotta 6-12 éves gyermekeknek és szüleiknek a Szentendrei Gyíkműhely ezüst vasárnap. Az ünnepre hangolódás jegyében az őszi foglalkozások kreatív munkáit is meg lehetett tekinteni a kiállító térben, de a jó beszélgetések mellett nem maradt el a kézműveskedés sem az adventi családi napon. Kellemes karácsonyi zeneszóval és jó beszélgetésekkel egybekötve készültek a színes, vidám mintás füzetek a Szentendrei Gyíkműhelyben ezüst vasárnap. A családi napra a kisiskolás résztvevőket szüleik is elkísérték, hogy közös alkotással hangolódjanak az ünnepekre. Harmadik éve van jelen a Gyíkműhely Szentendrén. Először a Művészetmalomban voltunk egy évig, és most 2 éve itt az Anna Margit Ámos Imre Múzeumban rendezkedünk be és lakjuk be ezt a teret. Nagy csoportos óvodástól körülbelül 5.-6. osztályos gyerekekig járnak hozzánk gyerekek 4 csoportban. Az adventi kézműveskedést a gyikműhely falain kiállított korábbi alkotások tették még hangulatosabbá, amelyek sokféle alapanyagból, változatos technikával készültek. Például a Jövő régészeti kutatócsoport installációja látható itt benne a sarokban. Itt azt képzeltük el, hogy ha a jövőből régészek visszajönnének a mába, akkor miket találnának, illetve hogyha a jövőben egy másik jövőt kutatnánk, akkor ott mit találnánk, akár már egy másik bolygón. Tehát itt ennek például ez volt a kerete.
A GYIK, azaz Gyermek és Ifjúsági Képzőművészeti Műhely 1975-ben a Magyar Nemzeti Galéria felkérésére jött létre. Célja, hogy a kortárs művészet kérdéseit beépítse az alkotói folyamatokba, és gondozza a fiatal tehetségeket. Hanna egyenesen Angliából érkezett a GYIK műhelybe, és már nem először járt itt, hogy örömét lelje az alkotásban. Ashingtonból érkeztem. Hol van Ashington? Angliába. Szeretsz itt lenni Szentendrén? Most kirándultok, vagy gyakran vagytok itt? Hát, az anyukám fél magyar, szóval itt lakok is. Voltál már itt a GYIK műhelyben? Ismered ezt a helyet? Igen. És mit szeretsz a GYIK műhelyben? Mi az, amit tetszik, és szeretsz visszatérni ide? Alkotózni. És az alkotásban mit szeretsz? Festeni, rajzolni? Mind a kettőt. És most, ha jól tudom, füzeteket fogtok készíteni. Ezt várod? Ez érdekel? Igen. És miért szeretnél készíteni? Mi az elképzelésed? Nem tudom. Biztos? Látom, hogy van egy nagyon jó kis baglyos pulcsid, és gondolom, hogy van, amit szeretsz, Harry Potter, van érdeklődési köröd. Lehet, hogy akkor ilyesmi füzetet készítenél esetleg? Igen. Júlia, a foglalkozás egyik vezetője, heti két alkalommal tart külön órákat az alkotó műhelyben. Mint mondja, a GYIK műhelyben bármelyik gyermek jól érezheti magát, hiszen nincs más előfeltétele az alkotásnak, csak a játék szeretete és a kíváncsiság. Bármilyen átlagos képességű gyerekeket is szívesen látunk, és ők is nagyon nagy örömmel jönnek, mert nem várunk el igazából semmilyen különösebb képességet, pusztán azt, hogy a gyerekek itt legyenek, hogy koncentráljanak egy feladatra, hogy élvezzék, hogy megtalálják a saját nyelvüket benne, a saját témájukat, ami őket érdekli, azt ki tudják fejezni, anyagokat ismerjenek meg. A GYIK műhelyben minden csoportnak van egy egészen fél éves tematikája, és ezek mentén dolgozunk. Jövőre is várják a foglalkozásokra a fogékony óvodáskorú és kisiskolás gyermekeket a GYIK műhely művész tanárai. Hétköznapokon, szerdán és pénteken lehet csatlakozni a csoportokba, de havi egy alkalommal hétvégén is tartanak nyitott műhelyeket, ahol ismerkedni lehet a kreatív alkotással. Január 8-ától a forgalomba adható járművek darabszámának változására tekintettel a rendelkezésre álló kapacitások pontosabb és hatékonyabb elosztása érdekében változik a H5-ös hév munkanapokon érvényes menetrendje, hívják fel a figyelmet a mavhev.hu-n. Szentendréről 8 és 9 óra között az eddiginél több vonat indul a Batthyány tér felé. Reggel 7 és 8 óra között a vonatok a hév budapesti szakaszán jellemzően 5-6 percenként közlekednek, Szentendréről átlagosan 7-13 percenként indulnak. Ebben az időszakban összességében egy békásmegyeri vonatpárral kevesebb fog közlekedni, de az indulási időpontok hatékonyabb elosztásának köszönhetően az új menetrend várhatóan jobban igazodik majd az utasforgalomhoz. A 18. századi angol fuvolaiskolákról tartott előadást dr. Balogh Vera a Partmozi épületében lévő Svitelszky teremben. A fuvola művész az elmúlt 4 év munkájának eredményét osztotta meg az érdeklődőkkel. Az esten a korabeli Anglia zenei környezetét, a régi zenei mozgalmat és a kor legjelentősebb angol zeneszerzőit mutatta be a kutatótanár. Fuvola művészből és hangszeroktatóból vált kutatóvá dr. Balogh Vera, aki az 1700-as évek angol fuvolaiskoláinak rendszerezését tűzte ki célul. 2014-ben hasonló témában írta meg doktori disszertációját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen. Az első sikeres próbálkozás után úgy döntött, folytatja a források felkutatását. 2020. januárjától kutató tanári státuszban vagyok, és ez azt jelenti, hogy azt vállaltam ebben a programban, hogy felkutatom, beszerzem, lefordítom, és elemzem, majd pedig kiadom a 18. századi angol fuvolaiskolákat. Ez tulajdonképpen egy elég nagy munka, előtte már a 18. századi francia fuvolaiskolákat megcsináltam hasonló módon, amik itt láthatók mögöttem, 14 kötetes kiadvány, és hasonló módon terveztem megcsinálni ezt a munkát is. A források beszerzése, lefordítása és elemzése már befejeződött. A mű kiadását pályázatokból tervezi finanszírozni a kutató. Régi zenével foglalkozom, és az a célom, hogy a régi
darabokat, azt lehetőség szerint úgy adjam elő, meg úgy adjam tovább azt a tudást, hogy hogyan kell azokat előadni, hogy lehetőleg minél jobban hasonlítson a zeneszerző elképzeléséhez, vagy pedig a kor stílus kívánalmainak minél jobban megfeleljen. A Fovola iskolák felkutatása során Vera a régi zeneművek kottáihoz, szerzői kéziratokhoz, korabeli másolatokhoz és kiadásokhoz nyúlt vissza. Ezek együtt adtak egy teljesebb képet az akkori zenészek előadásmódjáról. A kotta az még nem minden, hanem ugye a kottához kellenek úgynevezett használati utasítások, és ezek a használati utasítások, ezek a fuvola iskolák tulajdonképpen, mert abban vannak leírva, hogy mit hogyan is játszottak. Sokszor a kottában nincsenek benne olyan dolgok, amiket egyébként játszottak, és ott a kor hagyományainak megfelelően eltanulták egymástól. A kutatótanár 11 kötetben adja majd ki az angol fuvola iskolákat. Ebből 10 tartalmazza a források fordítását, a 11-ben pedig Vera mutatja be az akkori zenei környezetet és az iskolák elemzését. Főleg ezek a régi szövegek elég bonyolultak tudnak lenni, mert elkezdenek egy mondatot, és utána egy bekezdés végéig, tehát elég sok, nagyon hosszú egy-egy mondat, és ott megtalálni, hogy pontosan mit is akarnak mondani, néha nehéz, de amikor az ember kibogozza, akkor ellenben nagyon érdekes dolgokat talál. Az angol zeneszerzők közül Prelőr, Grenom, Reg és Gán művei is megjelennek a kötetekben. Ők a magyar közönség számára kevésbé lehetnek ismertek, de a kutatás során Verának is újdonságként hatott a szerzők kiléte. Hát, hogyha megjelenik, remélem egy év múlva ez megvalósul, akkor hát országos szinten, természetesen magyar nyelvterületen, hát az a hátránya, de szerintem egy elég nagy dolog lesz, mert egyrészt már a francia fuvola iskoláknál is az volt a helyzet, hogy teljes egészében ez az anyag, az franciául elérhető, és azon kívül a magyar a második nyelv, amelyen az egész anyag elérhető, tehát még angolul sem, vagy németül sem. És itt az angol fuvola iskolák esetében is ez lesz a helyzet, hogy szerintem az angolon kívül más nyelvre ezek nincsenek lefordítva. A 18. századi angol fuvola iskolákat bemutató 11 kötetes művet várhatóan 2024-ben adják ki. Csavart fel a főteret címmel tartanak ünnepséget Szentendre főterén december 31-én szilveszter éjjel. A Szentendrei Kulturális Központ szervezésében idén újra fergeteges utcavállal és fényfestéssel ünnepelhetjük az új évet városunk főterén, ahol este 10 és hajnali 2 óra között szórakoztatja a látogatókat az utcavál forgataga, éjfélkor pedig Fülöp Zsolt polgármester tart ünnepi köszöntőt. Sötétedéstől a rendezvény teljes ideje alatt varázslatos fényfestés várja az érdeklődőket. Adásunk végén következzenek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Az advent kifejezés a karácsonyt megelőző időszakot jelöli, mikor a keresztény emberek az Úr eljövetelére készítik fel lelküket. Karácsonyváró alkotó délután tartottak a családoknak a Szentendre egyik műhelyben ezüst vasárnap. A 18. századi angol fuvola iskolákról tartott előadást dr. Balogh Vera fuvola művész, kutatótanár. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Holnap este 7 órakor egy összeállítással jelentkezünk az idei év legfontosabb eseményeiről. Ne kapcsoljanak el, nézzék továbbra is a TV Szentendrét, mert hamarosan kezdődik Fókuszban című magazinműsorunk, amelyben vendégünk lesz dr. Harmati András, a Szentendrei Református Egyházközség lelkipásztora. Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket weboldalunkon a www.szentendre.media.hu/TV Szentendre. A közösségi oldalakon is megtalálhatóak vagyunk, csatlakozzanak hozzánk ott is, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy elsők között értesüljenek legfrissebb híreinkről, videóinkról. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!